Reggeli Manna és benne a Budapest Update, jó reggelt, jó utat és jó munkát, és ahogy ígértük, témánk gépi kézírás felismerő modell készült az Országos Széchenyi Könyvtárban. Erről ad nekünk részletesebb információkat Mihály Eszter, a Digitális Bölcsészeti Központ csoportvezetője. Jó reggelt, Eszter! Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt, Eszter! Na hát ezt tessék szíves nekünk kicsomagolni, mert ezt így mi még nem értjük. Igen, hát ezt gondoltam. Köszönjük szépen! Ez sok mindent elárul. Ilyen visszajelzéseket kapunk folyton, hogy akkor most magyarázzuk el, hogy ez mit, de megpróbálom nagyon röviden összefoglalni a hátterét. Tehát a Digitális Bölcsészeti Központ az 2020-ban jött létre, még a Petőfi Irodalmi Múzeum intézményi keretei között, most pedig már az Országos Széchenyi Könyvtár részeként működik, és a megalakulása gyakorlatilag egy időben indult egy projektünk, ami Kis József levelezésének a digitális feldolgozását célozta. Kis József egyébként a 19.-20. század fordulón élt magyar költő volt, aki a Hét című heti lapot alapította, és a Nyugat folyóiratnak ez tekinthető az elődjének, az előfutárának, és mégis nagyon kevesen foglalkoznak vele az irodalomkutatásban, és ezért tartottuk fontosnak, hogy közreadjuk a levelezését. Ugye vannak a Petőfi Irodalmi Múzeumban is, az Országos Széchenyi Könyvtárban is levelei, mi a PIM-ben lévő levelekkel kezdtük a feldolgozást, ami azt jelenti, hogy át kell írni, ugye ezeket a kéziratokat digitális szöveggé alakítjuk, és ehhez választottuk ezt a Transcribus nevű programot, amit egyébként nemzetközi szinten nagyon sok projektben használnak, és kifejezetten arra fejlesztették ki, hogy felhasználó barát módon át lehessen írni kéziratokat manuálisan. És mi ebbe a munkába bele is kezdtünk. Egy másik funkciója viszont ennek a Transcribusnak, hogy létre lehet hozni olyan modelleket, ezt hívjuk úgynevezett kézírás felismerő modelleknek, amik aztán gépi felismertetésre lesznek képesek, tehát nem kell manuálisan átírni a szövegeket, hanem mesterséges intelligencia alapú technológiával fel tudják ismerni ők maguk a kézírásokat, és a szerkesztőknek már csak javítani kell az egyes hibákat. És ez úgy történik, hogy egy bizonyos mennyiségű kéziratot át kell írni kézzel, és ezzel az anyaggal el kell kezdeni tanítani az algoritmust, aki folyamatosan újra és újra tanulja ezeket a vonásokat, hogy mi milyen karakternek felel meg, illetve le is validálja magát egy erre létrehozott szöveghalmazzal, és minél több adattal tanítjuk, annál jobb eredményt fog mindig elérni. Kis József kézírásával kezdtük ezt a modelltanítást, ami ugye egy egynemű homogén anyag volt, és aztán jöttek a neki szóló leveleknek a kézírásai, és ebből állt össze ez az első modell most, amit létrehoztunk, és most jutottunk el olyan mennyiségű adathoz, amivel tanítottunk, amit már publikussá lehet tenni itt a Transcribus alkalmazáson belül, és ez lett az első ilyen magyar nyelvű modell, ami most 9,19%-os hibaszázalékkal dolgozik, ami tulajdonképpen ezt jelenti, hogy amikor ezt szerkesztőknek ahelyett, hogy át kéne írni kézzel betűről betűre a szövegeket, ahelyett egy 90%-os pontosságú szöveget kapnak, és csak azt kell javítgatniuk. De milyen hibákat ejt a gép? Elsősorban a központozással kapcsolatos hibákat, egy ékezeteket tud véteni, illetve kis-nagy betűket tudja elrontani, tehát nem nagy dolgokra kell gondolni, és ezért nagyon-nagyon felgyorsítja így a feldolgozási folyamatot. A ronda kézírással is elboldogul? Minél több olyan csúnya kézírással tanítjuk, annál inkább igen. Tehát úgy kell tanítani ugye ezt a modellt, hogy minél reprezentatívabb legyen a tanító korpusz, amivel mi megtanítjuk, minél több olyan kézírás is legyen benne, amilyet fel is szeretnénk ismertetni, és annál jobban fog működni. És a másik, amivel meg nagyon sokat lehet ugye javítani a teljesítményen, az az, hogy egymásba építhetőek ezek a modellek, tehát akárhány magyar
projekt foglalkozik ilyesmivel, és létrehoz bizonyos kézírásokra modelleket, ezeket egymásba lehet építeni, és akkor egyre általánosabb érvényű magyar nyelvű kézírás felismerő modell jön létre. Engedtessük meg a profán kérdés, Eszter kedves, hogy mindez kinek jó? Ez mindenkinek jó, egyszerűen szóval. Gondoltam. Ez kifejezetten azért csináljuk egyébként, hogy egy kulturális, tudományos területen hasznosítható most itt leginkább. Ugye ez azért találtuk ki ezt az irányt, mert a közgyűjteményekben rengeteg kéziratos forrás van, ami teljesen hozzáférhetetlen felhasználók és kutatók számára is. És ugye nyilvánvaló, hogy valamit ezzel kezdeni kell, a digitális világban pedig aztán végképp. Na most az, hogy miért kell digitális szöveget létrehozni belőle, ez a nagy kérdés általában, hogy miért nem elég az, hogy befotózzuk a kéziratokat, és kitesztük vagy honlapra, aztán olvassa mindenki, ahogy akarja. Ez azért nem elég, vagyis hát lehet elég, mert ez is egyfajta szolgáltatás, de bizonyos ugye szövegeknél pedig azt szeretnénk, hogy ennél sokkal jobban feldolgozható legyen. Egyrészt ugye adunk egy átírt szöveget, amivel nem kell silabizálni a szövegeket, hanem azonnal olvashatóvá válik, mert azért van ezek között, ami nagyon nehezen olvasható. Ez ugye az alap. De ami ennél még fontosabb, hogy kereshetővé válnak a szövegek. Tehát ugye a mai világban már ez alapvető elvárás, hogy tudjak keresni egy szöveges tartalomban, és nem csak szabad szövegesen tudok keresni, hanem tudok mindenféle lekérdezéseket csinálni, szűréseket végezni. Tehát a kutatóknak teljesen új távlatok nyílnak meg ilyen szinten. És amit mi csinálunk pedig még a digitális szövegekkel, az, hogy az legújabb digitális bölcsészeti eszközökkel ezek feldolgozhatóak, tehát akármilyen statisztikát, tudományos vizsgálatokat tudunk végezni számítógépes eszközökkel a szövegeken, amire egyébként van jó példa, az egy oldalunkon, ez a dupla.hu.dh-val írva, Digital Humanities Platformnak a rövidítése. Itt van egy ilyen menüpontunk, hogy kreatív, itt lehet látni például ilyen tartalmakat, amik ezeknek a digitális szövegeknek a feldolgozása alapján jöttek létre. Ilyen például, hogy Móricz Zsigmond levelezéséből csináltunk egy Móricz kapcsolati hálót, amit adatvizualizációban megjelenítettünk. Óriási. Lehet olyanokat is csinálni, hogy stilometriai vizsgálatokat végzünk például a szövegeken, ami azt jelenti, hogy a digitális szövegeket gépi eszközökkel stílus szempontjából vizsgáljuk, hogy hogyan változott akár egy szerzőnek a stílusra egy életművön belül, vagy több szerzőt összehasonlítani, vagy akár ilyen eszközökkel meg is lehet állapítani mondjuk egy álnéven írt műnek a szerzőjét. Óriási. És innen csak tovább. Nagyon szépen köszönjük, nagyon izgalmas volt, és már értjük. Szuper, jó, köszönöm szépen. További szép napot, kezdjük csokolom. Köszönöm, viszont elejtem.